hát, el kellett verni ezt a szutyog GoPro-t, hogy működjön. És megint egy dolog maradt el, nem ragasztottam le a drejét rendesen. Úgyhogy hangos szelek lesznek, amíg nem találok egy ragacsot. De jó. Na, hogy megkérdezem a bonsékelben. Na tehát, sziasztok! Most vertem el a kamerát, mert nem volt hajlandó működni. Tíz órakor azt hinné az ember, hogy már nyugodtak az utcák, de nem azok. No, kint voltam. Féknek annyi már nincs meg. Elvitték. És most megyek be a városba. Mindjárt 11 óra van sajnos. De ez nem baj. Féket kell szerelni. Arra kért a Dávid. Azt árulod, hogy ég a napfény. Minek kell villogni? Inkább nem veszek szembe le. Na, aztán ennyi. Sikerült szereznem még koponyás, villogókat, kopcikat. Hát. Jaj, de bűnök. Na mindegy, majd talik a bent, jó? Köszi! Dobjátok kötelet! El nem tudjátok képzelni, mennyire hiányzik az esférű. Talpa beszakadt. Bazd meg. Vagy leválik a talpa, vagy talpa. És akkor azt mondja nekem, hogy árt, hogy erősen úsztam meg az esférűt. Mondom, érdekes, mert Montis cipőt vettem. Ennek azt is ki kéne bírni, a 4 méteres droppot ugrok. És persze befelé, nem kifelé, befelé. És amikor kiderül, hogy nincs a vászon alatt semmilyen vízvédelem, csak így beázik, meg belül fém van. Most kaptam azt, hogy ez egy ilyen világ. Igen, belül fém van. És képzeljétek el, beleállt a talpamba a fémkeret, belülről. Egyébként a stucnira helyezhetője az jobb. Ja igen, neked olyan speciális stucnira. Hát, melyik vagyok maga mögött? Csókolom. Van a krumplim. De a úton van. Mi az, hogy úton van? Nem elég kínzás nekem, hogy taposó pedállak-e közlekednem? Az is jó, szia. A legjobb kor jutott eszedbe, hogy pont amikor bejelentkezni kell neked szerelni. De muszáj bejelentkeznem közben. Na, hol az, ami... Hová tetted a fékedet? És miért kell féket cserélni? Mert egy szar. Na, annyira el van kopva, hogy belefekszik a fárnyiból a hízik. Na, nem kell koponyás villogó 100 forintért? Koponyás villogó. Tudod, ez múltkor is mutattam. Édes burgonya. Hát, ha már kész van, akkor sírja. Te rendeled? Velem, te nem vagy normális. Nagyon drága, ráadásul kicsi az adag. Nem. Miért? Hát, kilakik jól 10 dekával. Fúj, hülye futár, undorító! Persze. Azt nem mondta, hogy lakatod is van. Nincs állva, pont biztosan. Hát hozd ide, mi itt leszünk, szerelek. 10 percet biztos itt vagyok. Meg holmi Bertalan biciklit könnyebb eladni. Koponyás villogója. Az igen. Ennyire adom 100 forintért darabját. Tényleg? Aha. És van több? Van. Mennyit szeretnél? Egyet. Van még? Egyet. 100 forint egy kurva jó, nem? 100 forint? Ah, frankon. 64-ért veszem a nagy kertbe. 100 forintért tovább adom, még így is nyertem egy csomót. Nem? Kurva jó. Húzd ki majd a pirosat, és akkor villog is. De az a jó, hogy háromféle villogó szemű. Egy külön-külön, meg egyben, meg ége, ég a lámpa. Hát ilyen semmi, de érdekes. És tudsz, hogy alávetettem, ott jól mutatott, csak ugye nekem rövid, ott van bent. Jó. De hát ahova gondolod. Tök jó, mert ide is felrakhatod egyébként, ha úgy húzod át, hogy ide az elejére fölteszed. Jaj, így. Aha. De húzd ki előbb a pirosat, akkor addig nem villog. És nézd meg, hogy villog-e, mert nem villog, akkor adok egy másikat. Szemek között kell. Aha. Villog ez. Király. Jó is megy ide. Egy. Betesszük középre. Címen van. Nem, megint csak. Nehogy is, fölveszem. Megállnál. Na.
Nagyjából félig meddig meg tudtam csinálni a féket, sajnos nem telibe. Ennek az olyan, hogy nem volt jó a féktest. Most meg elindultam egy címre a Vegállában. Utálok késni. Nagyon utálok. Épp ezért nem szoktam. Főleg munkában. Sziasztok! Megkezdted, hogy összekattingolod? Aha, igen, igen. Ja. Szia! Köszönöm! Megvan az étel, és elindulok a Bacsó Béla utca 8-ba. Ami azt jelenti, hogy egy népszínházig tépek. Átadtam, és meg a következő is, az a Den Haag pizzéria, amit a Német utcába, a Német László utcába kell visszaadni. Már megint a Béla. Na, én itt megállok, ma úgyis be kell gyalogolnom. Felvettem az ételt, és elindultam a dohányon. Német László utca az a Rózsából nyílik. Aztán ennyi. Haló! Behajtani tilos táblád van! Behajtani tilos táblád van! Gratulálok!
Inkább nem értek egyet, hogy itt bejönni, de ez van. Más nem tudok csinálni. Na, nem tudom milyen a hang még mindig, de majd megnézem. A lényeg az, hogy elindítom a harmadik címére, miután ezt láthattam, és a harmadik cím az pedig a Pizza Hut király. Nem gondoltam. Ma már ettem embert. Na, megvan az ételem. Döbrenteik 2-4. Útközben még visznek a bort krumplimat. Na, mindjárt ott vagyok. Szia! 2-4 megértem. Legalábbis ez a kapu az, ahova jönni kell. Átadtam a harmadik címet. És most vissza kell mászni. Hová megyek? Drumcafé. Hová viszem? Karolina. Hát én ezt nem viszem el, gyerekek. Semmi kedvem nincs elvinni, de el kell vinni, nem? Ügyen. Köszönöm szépen. Ez meg a másik. Mi van? Tele van hülyével a város. Egész jó volt. Nem volt rossz. Csak idegesítőek az emberek. Na mi? Hát például lesz, hogy ez itt egy kerékpárk út, nem pedig motoros. Nézzétek meg, előre mentek bőven a lámpán túl. Ott a három idióta biciklis. De ez miért jó? Nem tudják mikor, csak a megállt autóból számítják ki, de ezt akkor se szabad. És ott tököl, ott tököl! Menjél már! Francba ebből elég volt, már. Miért kell ilyen nagy halott módján biciklizni? Miért kell? Hú, hát most fölment az agyvizem az előbb, hogy hallottátok. A motoros, aki három bringás, rendesen fölélegesítettek. A GPS-ért is rossz helyre rakja. Arra az oldalra, amikor az a páros. Ez az öt elvileg, igen, öt. Na, átadtam a címet, ennyi volt, és most nem tudom mi lesz. Szerintem elmegyek a Familia Shop felé. Ez vagy lesz valami, vagy nem. Most már nem tépem át magam Pestre. Csak szép nyugodtan, mert csak ideges leszek, mert feszült. Mint ahogy előbb is az voltam. Megjött a következő címem a Familia Shopban pont. Sietnem kell, ez a pizza és minden. Megjöttem! Megvan az étel, és elindultam bele az Andrássy út 68-ba. Megjöttem, ez a 68. Kerékpára behajtódós. Megint a hetedik címem, ami a Pelmen ízd, és viszem a Szondi utca 5-be majd. Na, induljunk. Kell a szó, következő címem, az a Szondi 5, oda viszem ezt. Szabadj!
Nem, ide hozom. Nem, katakomba. Sziasztok! Megjött a következő címem, ismét pizza és minden. És Kinizsi utca 17. Megjöttem utcához. Bejelezte az étel, hogy kész van. Az étterem, hogy kész van az étel. Hát szerbusz! Na az van, hogy megvan az ételem. A pizzám. Hiszen ez a pizza és minden. És innen a Kinizsi utca 17-be viszem, ami nincs messze. 9 percet kaptam rá. Hát remélem, hogy hamarabb meg lesz, bár mint mondottam, volt taposóban nem vagyok elég, ja, nem szállhatok fel, nem vagyok elég gyors. Beszélget. Ah, jó, mutogat és beszélget, és áll egy helyben. Elindult már? Dehogy is, vagy mindig ott beszélget. De cuki. Olyan, akinek kiszállítanom, az nagyon gyors kis dög. Meg vagy 27-tel, 28-tel, hát szerintem még többet is, mert én meg 24-tel kb. Azok 30-es. Ez a nap már nagyon szédült. De tényleg. Annyi minden történt már ebben pár órában. És köp ki. Hoppos, te zöld a franc. Négy másodperc volt ez a rohadt lámpa. Szevasz! És leszáll. Ez lesz. Úgy. Aranyos megadta az emeletetnek, hogy van lift, azt nem, hogy milyen névre vigyem. Szia, szia, boltfutó jöttem, nem adtál meg csengőszámot. Köszönöm. Sziasztok, első igazi lift. Hogy vagytok ma? Én egy kicsit fáradtam. De már nem vagyok olyan ideges, és azért jó. Le kell mostni már megint a kamerát. Előbb már tiszta volt. Másik nem jött, ez volt a hetedik címe, ugye? Igen, a hetedik. Hát, ez van. Ez is valami fél négy van. Most már nem egy kapkodós nap. Címet kaptam. Hová megyek? Vózilába, 5 percem van, és hová viszem? Viola utca 19-be, egyre hátrébb megyek, nagyszerű. Jaj, de drága vagy, szavaz. Hát, de cuki. Egy negyed kutyus. Na irányom, Viola, 19. Megérkeztem. Jó, csengetni kéne, de nincs megadva szám, úgyhogy megnézem, van-e kiírás. Megvan, átadtam, és most szépen ide leülök a bokor alá. Egy helyre, amit nem húgyasztak, teljesen lesz össze. És megeszem a kis aprómat. Akkor még csak keresek valami parkot. Itt találtam jó helyet. Csak mondjuk annyi szika jó lenne, a gyereket nem ide pisiltetni, mert van mellékhelyiség. Megettem a joghurtot, és el akartam mondani, hogy fontos tudni, hogy ilyenkor ne dobjátok ki azonnal a szemétbe.
főleg az ilyetne. Megmondom miért. Egyrésztként ez kimosva egy tökéletes pohár. Futároknak teljesen jó a táskába betéve, teljesen tisztára lehet mosni tiszta vízzel, mert a szójajoghurt nem képez olyan zsírt. Egyébként enyhén citromos vízzel teljesen tisztára lehet mosni. A másik fele tök jó, hogyha inni akarsz és nincs nálad kulacs. És végül a harmadik fél használhatod dobozként, mert a teteje rámegy. El kell tűnöm a parkból, mert most már kifordul a gyomrom. Én értem, hogy pisilnie kell a gyereknek. Aláírom. De miért a park kellős közepén, amikor itt van a mellékhelység? Ezt nem is láttam, még ezt megnézem. Ezt figyúzzátok, tettek ide egy ilyet. Na, végre valami jó ér, reméljük meg is marad sokáig. Milyen aranyos ez a fa. Tök jó. Kának ültem volna ilyen 5 óra környékén, 6 fele. Na akkor én most hazamentem, ebből elég volt. Pont egy órája várok címre. Vége. Több időm nincs. Csak akkor van, ha tudok, hogy csinálni, így nincs. Én azért gondoltam, megmondom, visszafordulok és hazamegyek. Amúgy is jobb otthon. Na jó, köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy néztetek, legyetek rosszak. Találkozunk legközelebb, hogy legyetek jó, nem is tudom, valamelyik. Pá! Ciao, ciao! Pedig nélkül nagyon szar. Lefagyott a torkom.